A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Sziasztok, ez a Hangpróba legfrissebb epizódja. Megérkeztem Szegedre, a Hűvöshöz, és itt van velünk a zenekar. Vidicki Zsombor énekes ritmusgitáros, Kormos Dénes szólogitáros, Mucsi Barna dobos, és Kálai Andris basszusgitáros. Köszönöm, hogy befogadtatok. Hello! Köszönöm a lehetőséget! No, hát mindig szoktam mesélni itt a viszontagságaimról a különböző utazásokkal kapcsolatban, és azt hiszem, hogy most egy kicsit ilyen oktató fejezettel kezdünk. El kell, hogy mondjam, hogy nem véletlenül van rajta az elektromos rolleren, hogy váltáskával nem szabad használni. Tehát a videónézőknek mondom, mert hogy ebből videó podcast is van, hogy ne csináljátok. Én tegnap meg akartam lepni a feleségemet, képzeljétek el, váltáskában vittem neki két ilyen fatörzs metszetet, ami kellett a teraszra. Ezek nagyjából ilyen 15-20 centi sugarú fadarabok voltak, leugrott a táska a vállamról, és gyakorlatilag kirántotta a kezemből a kormányt, és 25-tel belecsapottam egy betonba, szóval azért néz ki így az arcom, ahogy most, és azért nem elektromos rollerre jöttem hozzátok Szegedre. Egyébként itt nálatok Szegeden eléggé nyugis a helyzet, tehát én például megálltam egy benzinkúton, senki nem volt sehol, tehát ilyet én még nem láttam, és aztán kintről sétált oda valaki hozzám komótosan, és tök jó volt az egésznek a hangulata, mosolygott rám, kedves volt nekem, ez nagyon bejön, de zenészként milyen Szeged? Jó itt lenni? Érdekes hely Szeged szerintem. Az a baj, hogy nagyon kevés klub van, ahol fel tud lépni az ember, ami normális körülmények között tud zajlani. És akkor tulajdonképpen hiába vagytok egy olyan helyen, ami zeneileg azért sokat ad az országnak, a fellépések korlátozott száma miatt gyakorlatilag nektek is folyamatosan utazni kell, és ami nehéz lehet, hogy hát Budapestről ugye bármerre indulsz, hogy nagyjából 2-3 óra alatt megvan, innen van, ami messzebb, szóval elég sokat utaztok. Hát igen, meg amúgy az egész ország zeneileg amúgy eléggé centralizált dolog, szóval hogy nagyon nem lehet azt megcsinálni, hogy akkor vidéken, nem tudom, ott marad egy zenekar és csak ott éli az élet, szóval muszáj is úgyis Pesthez valamilyen szinten kapcsolódni. De te ráadásul Pécsen tanulsz pszichológiát, tehát alapból így is két fele vagytok. Dénes, te itt tanulsz Szegeden, ti ketten Szegeden vagytok? Igen. Tehát akkor te vagy az, akit mindig visszarántanak próbálni, gondolom ezért is vannak vasárnap a próbák. Vasárnap is vannak, szóval igazából többet próbálunk, de nem feltétlenül vagyok sokat Pécsen, szóval direkt úgy alakítottam ki az órarendemet, hogy minél kevesebbet legyek ott is, haza tudjak jönni ilyen szituációk miatt. Két éjszakára szokott el. És miért mentél olyan messze? Azért, mert ide nem vettek fel, és ezt nem akartam kiadni egy évet, és ezt elmentem. De igazából jó döntés volt, mert amúgy nagyon királysuli, csak ez az utazgatás része, ami kicsit ilyen necces. Rengeteg mindenről beszélgetünk, majd körbenézünk itt a próbateremben is, mert hogy a Hűvös, hát nagy titkokat rejteget, főleg azért mondom ezt, mert láttam rengeteg interjút veletek, és egy csomó helyen azt mondtátok, hogy erről még nem beszélhetünk, azt még nem szabad elmondani. Na majd meglátjuk, hogy a hangpróbából mi derül ki. Ez a hangfoglaló belső hangja. És most következzen a hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Felkészültél a zenei kalandra? Startol a hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A mikrofonnál Réd Ládán. Lent vagyunk a föld alatt, a próbateremben, és mit röhögsz? Nem vagyunk lent? Kicsit jó hangzik ez. Egyébként én biztonságban érzem magam. Hát én nem. És atomháborút simán. Van durvább egyébként. Csinálnánk egy lemezt, meg itt ellennénk. Van automata is. Wifi van? Van. Teljesen profi. Nyáron nagyon, itt nincs szellőzés, azért nincs szellőzés, azért mentek a ventilátorok, szóval nyáron tényleg itt majdnem messzelenül szoktunk játszani, mert annyira iszogunk. Sőt, már volt olyan, hogy messzelenül voltunk. Nem. Akkor most árultunk el egy olyan kulisszatitkot, hogy a rajongók többsége szerintem vágás. Ide fog látogatni, és lejön hozzátok a föld alá. Ha mernek. Jó, ez érdekes. Amúgy az Irigy Hónai Mirigynek volt egy ilyen hetsz, ezt megcsinálták egyszer, hogy megbeszélték, hogy amikor a turnébusszal átmennek a határon, akkor ott a határőrök ugye benéznek a buszba, és hogy mindenki levetkőzött mesztelenre abban a pillanatban, amikor a határon voltak, és akkor nyitották a turnébuszt, és akkor azt látták, hogy ülnek benne 8 férfi, meg a sofőr mesztelenül a buszban. Tehát, hogy ezek szerint titeket is rajta lehetne egy ilyenen.
kapni a gépgyártó raktárban, mert hogy az ajtótokon lévő tábla tanúsága szerint mi itt vagyunk. A nyitvatartási rend is kint van. Tudjátok, hogy itt mit gyártottak? Nem. Mit? Fogalmam nincs. Nem volt kint az ajtót. Ez ilyen találós kérdés. Ez a szegedi tévégyár. Na, de beszéljünk rólatok, mert rengeteg sztori van, ami veletek kapcsolatban elkezdett engem érdekelni. Például az, hogy a kezdetek kezdetén, ha jól informálódtam, akkor a SoundCloud segített abban benneteket, hogy így elinduljatok a zenélés útján, és úgy tudom, hogy hát ott még Andris és Barni nélkül, de elmentetek egy kicsit zenélni valakihez egy szobába. Érdekel, hogy ott mi történt, tehát hogy ő megtalálta a felvételeteket a SoundCloudon, és meghívott a szobájába? Ez egy kérdés. Igen? Ezt hol olvastad? Várjál. Mert ez ijesztő, ez hogy ilyet tudsz. Engem ez érdekel, hogy ez honnan. Tényleg. Figyelj, én mindent megnéztem, ami létezik. Tök jó szerkesztőm van, a feleségem tegnap megkapta tőlem az izéket, megkapta tőlem a kéréseket, meg a két fatörzset, amit ugye hazavittem vérző fejjel. És akkor segített jegyzetelni. Na, de hogy ott az a dal viszont még talán angolul volt, ugye? Igen. Hát és ez szóló dal volt? Úgy volt, hogy csináltam ilyen demókat, és akkor valamelyiket megosztottam Instagram sztoriba, és akkor az a srác rám írt, hogy mi lenne, hogyha nála összedobnánk valami minőségben jobbat, de az se volt egy nagy dolog, mert ő is akkor kezdte csinálni, mi is nem tudtuk, hogy konkrétan mit csinálunk. És akkor az a tied volt, és bevontad Dénest? Igen, hogy akkor az még nem ilyen nem szóló. Nem a Sobor hívott be, hanem igen. A gyerek. Aha, igen. A faszi behívott, és akkor egy gimiben jártunk, én Zsombor meg András, és csak Zsombor egyet felettünk, de hogy ekkor a Zsombor volt 12-es szerintem, szóval ő végzős volt, és mi 11-esek voltunk, és akkor találkoztunk először. Szóval 3 évig nem is láttuk egymást a suliba se. És ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor elsőre egymásra éreztetek zeneileg, és érezhető volt az, hogy akkor ez folytatódik, vagy... Hát úgy, ez úgy volt, hogy átmentünk ehhez a sráchoz, és én nagyon, mert nem tudtam, hogy a Dénes jönni fog, meg amúgy volt egy Raheli másik ember is ott, és igazából egy házi buli lett belőle. De tényleg, egy házi buli lett belőle, és azt hittem, hogy csak ketten leszünk az a srác, és én tök, nem tudom, nyugodtan így megcsinálják a dolgokat, de és igazából ott volt még 6 ember. Az osztálytársai jött. És én nagyon sokan ott voltunk, és így ilyen házi buli volt, és közben csináltuk ott. És amúgy az is izgalmas, hogy csak ilyen kicsit ilyen stresszes, mikor először így valakivel találkozol, hogy nem tudom zenét csinálni, főleg, hogy ő sért hozzá, meg én se, és akkor így nem tudom. És akkor ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy a mi annó hobbiztunk, hogy volt egy számítógép, volt valami keverőpult, egy kis kézi mikrofon, és akkor úgy jönnek kiredönt leengedni, hogy beszéljön be a villamos, meg ilyenek. hát abból a szempontból lehet, hogy kicsit profi volt, hogy volt egy fasz a interfész, egy ilyen külső akártya, és akkor azzal már ott lehetett ügyeskedni. Hát meg ugye a nagy sztárok Amerikában elég, hogyha otthonról csinálják a zenéjüket. Van ez, ja, ugye ez a teória, amikor igazából más 12 ember dolgozik a számon, de ugyaneladva, hogy otthon a bedroomba csinálták. Hát egyébként ma már szerintem meg lehet csinálni. És aztán utána, hogyha egy picit ugrunk az időben, és tényleg nem akarok itt most minden másodpercről megemlékezni, de érkezett a csapatba, ugye, jól akarom mondani, először Barni, és aztán volt egy kis tagcsere, és Andris, te is csatlakoztál a csapathoz, és akkor így gyakorlatilag kialakult a Hűvös jelenlegi formációja. De volt itt ebben az egész folyamatban egy Covid időszak, tehát rögtön, mikor így startolhattatok volna, vagy nagyon felpörögtek volna a dolgok, akkor ott volt egy fék is, ezt hogy éltétek meg? Szerintem nem féknek mondanám. Ha nem? Hát... Csak vidd a mikrofont. Ugye úgy volt, hogy jött a Barna, és... Ó, csak belefutottam, lebarnisztalak, ne haragudj. Nem baj. Visszavonom. Jött a Barni, igen? Eljött, és utána lezárták a félvilágot, és igazából ott tartottuk a kapcsolatot, csak online. Mm. Ilyen FaceTime, meg ilyeneket toltunk, és akkor jött a nevünk is, meg igazából ott ilyen inkább háttérmunkákat nyomtunk, gondolkodtunk, hogy mi legyen, és akkor már amennyire lehetett háttérmunkát csinálni egy 3 hónap a zenekarnál. Hát jó, igen. De hogy most mi a helyzet, az azért szerintem jó volt az, hogy...
amúgy szerintem is jó volt, vagy hogy amúgy ez így jó eladni embereknek, hogy jött a Covid, de amúgy sem csináltunk volna valószínűleg semmit. Ja. Mert hogy így megalokalizálják, a Rúzsa fog az első nyáron egy fullos fesztivál szezon befutni, meg nem tudom. Ez képest mert... egyébként viszonylag gyorsan startoltatok, tehát hamar indulnak nálatok a dolgok. Jó, ez a Covid. Jó, a dalokra... Nem a Covidból indulok ki, hanem abból, hogy így azt leszámítva, hogy az első négy dal az viszonylag így lassan, tehát két év alatt született, meg azért a koncert életetek eléggé beindult, erről majd még beszélünk, de Andris, azt hadd kérdezzem meg, hogy amikor te a csapathoz kerültél, akkor már ismerted a zenéjüket? Tehát úgy jöttél be, hogy hallottál valamit? Hát az EP-t ezt hallottam. Volt egy EP is valamikor. Az az angol nyelvű, gyakorlatilag szóló munka hát segítségekkel. Igen, az eltűnt az ősétel. Te tudsz fentolni. Azt hallottam, meg két demót küldtek még fiúk, amit hát szerintem egész nap hallgattam, hogy így nagyjából tudja, hogy mi miután jön. De akkor te mióta basszeroztál? Fél éve? Vagy ja, kicsit kb. Több, szóval az kb. Fél éve. Látod már basszusgitárt addigra. Igen. Igen. Fogtam is a kezembe. De tényleg ő fejlődött a legtöbbet, a legrövidebb idő alatt szerintem. A muszáj volt, nem köszönöm. Volt más. Ja, amúgy Szegeden nincs basszeros. No, hát haladunk a dalokkal, mert ebben a műsorban zenét is fogunk hallgatni, mielőtt itt szét vagy feloszlik a zenekar így az első blokknak a végére. Mi legyen az első, Barna, mi legyen az első, amit meghallgatunk tőletek? Négy dal ugye már kint van, ha jól érzem, ezeket fogjuk most együtt meghallgatni. Hát szerintem egy süllyedéssel igazából kezdhetünk. Okay. Nem azzal szeretnéd, Dénes? De. Jó. Ezt majd ki is vesézzük. Egyébként... amikor először a süllyedőst hallottam, akkor az fogalmazódott meg bennem, amit egy csomó fronton lehet olvasni, hogy a 60-as éveket repítitek ide, vagy abba visztek vissza, és én ezt akkor éreztem, mielőtt olvastam volna, tehát végre egyszer nem az van, hogy leírják, hogy mit kell érezni, vagy mit kell gondolni, hanem úgy bennem volt. Bár mit mondtatok, milyen komment érkezett, milyen stílusnak is határozták az önéleteket? Rulez. Jó, tehát pszichedelikus rulez, de nem. A 60-as évek az nekem abszolút megvolt. Kis Elvis, kis Beatles életérzés, ilyesmik, de nagyon izgalmas az, ahogyan ez a zene folyamatosan formálódik, szóval nem sokára beszélgetünk a süllyedősről, utána pedig dumálunk majd arról is, hogy miként alakul a zenétek. Maradjatok velünk, és a videót is nézzétek, mert elég meleg van, ki tudja, mennyi ruha marad rajtunk a következő blokkra. Hangpróba. Fülbemászó. A dal születése. Ez volt a süllyedős. És erről beszélgetünk most egy keveset. Egyébként hármótokon már ott van a tetoválás, amit a videóanyagból lehet tudni. Barnám meg majd remélhetőleg ott lesz, és akkor ez is egy olyan dolog lesz, ami majd itt tök jól összetartja a csapatot. Én hát meghallgattam ezzel kapcsolatban is beszélgetéseket, eléggé sejtelmesek voltatok több szempontból is egyébként, de ami engem nagyon izgat ebből az egészből, az két sor. Ami így hangzik: most el kéne pakolnom mindenem, de nincs elég helyem. Ez nekem olyan két sor a szövegből, amit elsőre hallottam, és azóta megmaradt, és forog a fejemben. Melyik költök tollából származik? És nem arra kérlek, hogy elemezd, vagy értelmezd, de erről egy kicsit mesélj nekem, hogy amikor ez így megfogalmazódott, akkor mi volt benned, mert szerintem a dalnak ez az eszenciája. Jó. Tökéletes. Igazából ez a dal 2020 nyarán született, ilyen június körül, és akkor már így az ember, vagy nem tudom, én pont akkor érettségiztem, akkor volt egy ilyen gap a covidos hullámok között, és tudtam, hogy nem fogok valószínűleg Szegeden egyetemre járni, és hogy Pécsre kell menjek, és ez nekem egy ilyen tök ilyen traumatikus élmény volt, hogy vannak ezek a pontváró bulik, és akkor mindenki nagyon-nagyon örült, hogy felvették, én meg így ott voltam, hogy hát jó, hát akkor én is bulizok, meg nem tudom, de hogy közben annyira nem volt egy ilyen jó érzés, vagy hogy ilyen kicsit ilyen kényszeresebb szituáció volt, és ugye ez kicsit arra reflektál, hogy ez abban az időszakban született, hogy nincs elég helyem, hogy elpakoljam azokat az embereket is, vagy azokat a dolgokat, amiket úgy tényleg egy ember szívesen elvinne magával, de aztán meg rájöttem, hogy tudok kettő napot is maradni Pécsen, szóval is világ vége. És akkor kijött a matek. Amúgy ennek a dalnak a videoklipje annyira szép,
Erről egy kicsit dumáljunk már, hogy ez a ti fejetekből pattant-e ki, vagy megkértetek valakit, hogy ezt alkossa meg. Gyakorlatilag a videó anyagaitokkal kapcsolatban azt érzem, hogy legalább annyira alaposan és részletesen kidolgozottak, mint maguk a dalok. És ilyen nagy hangsúlyt kevesen fektetnek erre szerintem, úgyhogy ez érdekel. Illetve az is izgi, hogy itt a fejet a vízbe dugós jelenetnél ott vízikamera volt, vagy az akvárium mellett leállítottatok valamit, ezt hogy csináltátok? Alatt volt, az akvárium alatt volt. Igen. Ki készítette ez? Ez saját belső munka? Kumrócki Diana készítette. Vele is az A38 helyen találkoztunk először, mikor a Karzonkum előtt feléptünk. És akkor így nem tudom, így néztük a dolgait, meg hogy miket csinál, akkor nyitott egy stúdiót éppen Pesten, és akkor úgy voltunk vele, hogy kellene egy videóklip, és akkor ráesett a választás igazából. Nagyon jól választottatok, illetve hogyha már így a videós anyagoknál tartunk, akkor még arra is hadd kanyarodjak ki, ezt a műsor előtt gyakoroltam, hogy remélem jól mondom majd ilyen segítsetek. Visualizer videókban is gondolkoztok. Ezek kicsit olyanok, mint egy ilyen GIF felvétel, ami gyakorlatilag a zene mellé készül. Tehát ezek szerint fontos számotokra az, hogy valahogy látszódjon is, amit előadtok hangban. Nagyon fontos. Ezek az ötletek a ti fejetekből pattannak ki? Tehát összeültök, és akkor vannak olyan alkalmak, amikor akár hangszert sem fogtok, csak egy kicsit így fejben gondolkodtok? Hát, hogyha próbálni járunk le, akkor mindig zenélünk, de egyébként az ilyen dolgokat azt... Mármint, hogy nem úgy jövünk le, hogy beszélgetünk, hogy vagy András. Tehát nincsen akkor ilyen megbeszélés, hogy akkor... Hát van, csak nem itt, hanem városba, mit tudom én, valami laza kocsmába, vagy messengeren, vagy telefonon. De nyilván miközben itt is pakolunk, akkor megy a show business. A zenétekkel kapcsolatban azt ugye elmondtam, hogy a 60-as évek hangulatot abszolút éreztem ennél a dalnál, de idefele jövet meg, ahogyan megyek a különböző próbatermekben, mindig az adott zenekarnak a zenét hallgatom nagyon-nagyon-nagyon sokszor, és azt érzem, hogy már ebben a négy dalban is, ami ugye kijött, ebben is elég komoly ívet jártok be, és sokféle zenei stílus, sokféle hangulat ötvöződik, sőt, egy interjúban még talán azt is elmondtátok, hogy ilyen cigányzenei vonalat is szeretnétek valamibe belehozni. Az sajnos az elmaradt. Elmaradt, de nem is lesz. Hát ez már nem ezen, valószínűleg nem, de volt egy szám, ami nagyon sokat, Meghaltak a virágok című szám, rengeteget dolgoztunk meg, agyaltunk, és nem tudom, hát az két év volt. Majdnem két év volt, még az megszületett, és így van 8 féle változat annak a számnak. Uh-huh. És először az egy ilyen kicsit ilyen begyorsolós, ilyen bohémian betyárzós vibe volt, de hogy aztán rájöttünk, hogy nem tudunk zenélni, mert az nagyon nehéz. És akkor így átírtuk a számot igazából. De a ritmus szekcióval nem volt semmi baj, ugye? Tehát a többiek maradtak le. Aha. És most mondtál ki valamit, ami szerintem nagyon izgalmassá teszi a beszélgetésnek a folytatását, meg ezt a stíluskavalkádot, mert hogy én azt látom nálatok, hogy a szemünk előtt alakultok. Tehát, hogy ez a lemez is úgy készül, hogy így, mintha így keresnétek még azt, hogy melyik a ti hangotok, és mindegyikben egy kicsit ott vagytok, de ezt mások sokszor úgy csinálják meg, hogy keresnek valamit, megtalálják, kiadnak egy lemezt. Nálatok meg azt látom, hogy a szemem előtt történik. Tehát van egy évvel ezelőtti felvétel, van egy újabb, ami most néhány napos. Olyan ív van a kettő között, hogy csak na, és nem tudom, hogy mi lesz majd még a lemezen, hogyha ez egész elkészül. Lehet azt mondani, hogy a hűvös hangzás az még alakul? Igen. Persze, ezt lehet mondani. Ezt lehet mondani szerintem. És ez hogy alakul, Barna? Tehát mi történik? Bejöttök egy próbára, elkészül egy dal, és akkor te úgy döntesz, hogy kicsit mást ütsz? Hát ugye egyrészt mindannyian fejlődünk, úgyhogy abból a szempontból, hogy hogyan nyúlunk a saját hangszerünkhöz, csiszolódik a tudásunk, a képességeink, meg hát mi is változunk, és ahogyan mi változunk idővel, úgy igazából szerintem a zene is, ami belőlünk árad, az is ilyen más formát vesz föl, és szerintem ezért. De ezt hogy kell elképzelni mondjuk egy koncerten? Tehát ami a mostani formátok, vagy amilyenek most vagytok, úgy szólalnak meg a koncerten a korábbi dalok is, vagy ahogyan mondjuk rögzítitek, és ahogyan ismerhetjük egy felvételről, azt kapjuk. Mindig dolgozgatunk egy kicsit rajta, mindig vannak ilyen apró kis dolgok, amik mások, de szerintem ez ilyen tök jó, mert így nekünk is izgalmas tud maradni egy szám mondjuk egy év vagy két év után, ami nem tűnik sok időnek, de mondjuk, hogyha 62-szer lejátsz az ember egy, nem tudom,
nem tudom, egy próbán, vagy egy hónap alatt, akkor az tud unalmas lenni először, de ha így rájön, hogy igazából amikor játszunk, már az is egy tök jó élmény, hogy az emberek, több van egy response, az is egy tök másik ilyen dimenzióba visz egy koncert, amikor visszaéneklik a dolgokat, de pluszban még az is, hogyha kicsit újítunk rajta, mondjuk máshogy fejezzük be, vagy máshogy kezdjük, az is kicsit így fenntartja a zenekarnak a kapcsolatát azzal az adott számmal. 62-szer lejátszani egy dalt. Andris, van olyan dal, ami előtt még gondolkodnod kell, hogy biztos jól jelzd, vagy ez már annyira benne van a kezedben, hogy felmész a színpadra és lenyomod a bulit? Hát azért szoktam gondolkozni. Szerintem mindegyik számnál. Melyik a legizgulósabb? Tehát melyiknél nézelek téged a koncerten? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az összesnél. Hallottam a válaszok az összesnél. Valahol egy másik beszélgetésben azt is mondtátok, hogy az Andris néha halkabban basszerozzon, ez igaz? Tehát, hogy néha túl tekerül? Honnan tudod? Figyelek! De... Nem, épp az, hogy az Andrásra mindig kakót kell adni, mert... Ja, hogy a ironikusan mondtátok. Igen. Világos. Hát csendes gyerek vagyok. Hol mondtuk ezt? Szerintem az amatőrzös... Amatőrz? Öröm a zene. Telefonálok. Öröm. Melyik dallal menjünk tovább? Ismét hallgassunk valamit. Mi legyen a következő? Választhatok nyugodtan. Egyedül. Ne. Lehet az egyedül. Akkor az is ugye 2021-ből. Az egyedül. És utána folytatjuk a beszélgetést nem egyedül. Itt a hangpróbában, a hűvös próbatermében. Lehet, hogy ilyeneket is tudok. Csak rollerezni nem volt. Váltáskával. Hangpróba. VIP Pass. Kulisszatitkok. Tanulgatom itt a szegedi helyeket, és a Dugonics tér ez egy olyan hely, ami nektek különösebb lehet, mert hogy az első koncerteteket ott tartottátok, de nem volt ez zökkenőmentes. Mi volt a gond? Én meséljem? Jó, miért? Az egy... Októberben volt, azt hiszem 20-20-ba, és ilyen délután, nem tudom, 5-6 felé kellett volna játszani, és elszállt az erősítőnek vagyis a keverőnek a jele, de úgy, hogy már mindent beállítottunk, és akkor lementünk, és vártuk, hogy legyen üsöd az óra, és akkor kezdjük, de előtte jött a csávó, hogy hát amúgy, srácok, gáz van, mert nincs jel, vagy valami, és akkor annyira ideges volt a csávó, hogy nem tudott mit csinálni, hogy inkább meghívott minket a Grandba, a Grand Caféba Szegeden, azt a hónap végén belefér egy. Jó, mondjuk köszi szépen, köszi, és akkor most mit csináljunk? Hát... Egy órás dobszóló. Azt lehet. Ez jó lett volna. Aztán a Barna tolt egy másfél órás stand-upot. Nem, amúgy, és valahogy így visszajött, de nem értjük, hogy amúgy azt se értjük, hogy mi ment el. Azt ne felejtsd el, hogy közben én elindultam máshova egy másik keverőjér, és mire visszaértem, addigra mondta a hangosítós, hogy hát visszajött a jel, úgyhogy mégse kell. Ja, tehát szedd össze magad meg koncert. Igen. Megoldásra törekedtél, és elfutottál egy keverőpultért. Ja, igen. Ez is izgalmas. Igen, és mire visszaért a Barna, már ületett is a dob mögé, mert már jó volt. És akkor volt ott koncert, igen, meg... Így kell gerilla üzemmódba koncertet szervezni. Szép, mert hogy akkor kialakultátok? Nem, amúgy kihúztam az erősítőmet, azért nem kapott jelet. Ja, értem! Jó, szóval gyakorlatilag ti ezt megmókoltátok a rendszert. Jó, és akkor utána azt mondta a srác, hogy hát már megígértem, és akkor betartom. Igen, igen, hogy akkor mondtam neki, de direkt nyilván, hogy akkor megyünk a Grandba ott ala. Hát, jó. De nyilván amúgy szerintem tuti akkor megbánta. Mármint, hogy nem, hát így ilyet mondott, de utána mégse, mert amúgy tök jóba lettünk, meg tényleg tök normálisak a grandosok, meg szeretünk ott játszani egyébként, főleg itt Szegeden az egyik legjobb hely erre. És amúgy most mondjuk azt, hogy meghekkeltétek, mert kihúztad a rendszert, meg nem tudom, de nem, ilyen nem jut eszébe az embernek, pedig milyen zseniális lenne, tehát hogy ilyeneket így az élet hoz, ahogyan, hát, vagy pont, hogy nem ahogyan, hanem ennek ellentetje az, ahogyan az A38-as fellépés összejött, mert ott viszont egy picit megtrükköztétek a dolgot. Állítólag a banda háromnegyede nem is tudott arról, hogy be van adva egy hanganyag. Igen. Vagy videó? Videós hanganyag. Videós hanganyag. Na ez hogy volt? Zsombor, mit tudsz erről? Erre én azt tudom, azt csiripelték a madarak, hogy ez, van ez a Korzon Komár zsibongós csoport, és akkor ott Facebookon. Volt, igen, és ott volt egy lehetőség, hogy előzenekart választanak a másik lemezüknek a bemutatójára, és lehetett pályázni számokat küldeni, és én pont nyaralni voltam a Balatonon,
barátokkal, és valahogy megláttam ezt a posztot, vagy ezt a nem tudom micsodát, és aznap évig lehetett beküldeni. Uh-huh. És gondoltam, hogy hát most nem tudok lejátszani egy számot, hogy nem tudom a srácokkal megbeszélni, mit csináljunk, szóval a telefonomon így visszakeresgettem, hogy miket játszottam fel otthon, és akkor abból beküldtem egy videófelvételt. És végül szerencsés, izgalmas módon megválasztotta a közönség, meg a csoport, a csoportnak a tagjai megválasztották a számot, és így elmehettünk fellépni az 38-ra Garzonkom elé. Utána voltunk, amikor bekerültünk a top 3-ba, ott volt ilyen szavazás, és emlékszem, azon a hétvégén voltunk először stúdiózni, éltünk először. Stúdióztunk, és mindenki, aki nem játszott semmit éppen fel, az kint ült, és nézte a telefont, hogy hogy áll a szavazás. Szóval nagyon komolyan vettük, és így mindenkinek mondtuk, hogy hallod, lép már be ebbe a csoportba, légy, ezt tegyél már ránk egy voksot. És akkor így összeszedtünk ilyen 200 embert köbben. Sokat. És azt jól tudom, hogy kb. Az indulás után 4 hónappal ti már a Karszonkóma előzenekara voltatok? Elképpen? Tehát viszonylag hamar? Ja, igen. Ők alapvetően példaképek voltak nektek valamilyen értelemben? Tehát fontos számotokra az ő munkásságuk? Hát ahogy a magyar zeneipar most benne vannak, itt szerintem minden zenekarnak példakép, amit letesznek az asztalra. Akkor még igazából nagyon sok magyar számuk például nem volt kint, volt 2-3, szóval utána jött ki a magyar nyelvű lemezük, vagy a másik lemezük. És, de hát nem tudom, hát ilyen korszakalkotó úttörők, szóval... És mennyire fogadott titeket szeretettel a közönség? Ugye az előzenekarságnak van egy nagy pozitívuma, mert hogy olyanokhoz juthattok el, akik egyébként nem hallanak rólatok máshogy. Viszont van egy hátránya is, mert hogy ők alapból ugye a Karszonkómára mentek, és ti nem az a banda vagytok. Milyen élmény volt? Hát szerintem egy nagyon jó közönséget kaptunk ott az A38-on. Tehát hogy az volt a furcsa, hogy ugye az akusztikus volt, és azt szerintem 2 héttel előtte kezdtük el összerakni, és azért kicsit izgultunk, hogy fog elsülni, és egy olyan remek közönség volt, akik újongtak, és látszott, hogy élvezik attól függetlenül, hogy ők nem erre jöttek, úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt szerintem. Yeah. Hát mondjuk hasonló szerintem a két zene, mármint így a közönség. Hát persze, hasonló. Igen. Yeah. És azóta mi a helyzet veletek és a koncertekkel? Tehát most itt vagyunk a nyári szezonban. Nem kérlek arra, hogy soroljátok végig az időpontokat, arra ott van a Facebook oldalatok, be lehet követni, stb. De hogyha mondjuk az idei nyárnak a csúcspontját kéne kiemelni, akkor meg tudtok egyezni egy fellépésben, vagy mindenkinek más a kedvence? Nem tudunk megegyezni szerintem. Mit mondanátok? Mondjuk egyszer. Jó, az jó. Háromra. Sándorfalva. Várjál. Egy. Én nem tudom. Akkor megvárunk, hogy gondolkodni. 5 másodperc gondolkodás. Tűzi Colorado-t mondasz mi? Kis gondolkodás, de ne dumáljatok össze, az úgy elrontja. Ja, vágj, akkor Colorado. Rossz vagy. Na! Oké, figyelj. 1, 2, 3. Colorado. Hú, de egyszerre volt. Vicceltem. Azért a tapsot azt ezért megkapjátok, ez nagyon egyben volt. Megint a zenéje a főszerep. Utána pedig egy kicsit beszélgetünk arról, ami a legnagyobb titokzatosságban van veletek kapcsolatban, vagy a legnagyobb homályban, ez pedig az új album, Rózsa. Ami ősszel jön. Igen, a rózsát szokták kérdezni, majd én ezt megpróbálom kikerülni, de akkor melegítsünk erre most úgy, hogy meghallgatjuk a Legyen úgy című dalt, vagy majd utána, és legyen előbb a szürrealitás. Az annyisunk? Titokzatos szürrealitás. Jó, akkor először a szürrealitás következik. Mielőtt ezt elindítom, annyit még mondjatok, hogy jól érzem-e azt, hogy ennek a dalnak a felvétele meg a hangzása egy picit más. Tehát én mintha éreztem volna rajta, hogy ez az első. Szürrealitás? Nem. Aha. Szerintem, ja, lehet érezni, meg így az is közrejátszik, hogy azt a számot még más emberrel is kevertettük, mint a... Vagy nem, még a süllyedős is ugyanazzal az emberrel kevertettük, mint a szürrealitást, de aztán az egyedőt meg elején úgy ott már más, hogyan, vagy más valakivel. És majd az albumra ebben a formában kerül, vagy egy picit így összehozzátok? Ebben a formában fog kerülni, igen. Megtartjuk ezt a nagyon ilyen nyers, régi... Szürreális hangzás. Igen. Szürrealitás, ez következik, tényleg előttünk alakul a banda, érdemes tehát figyelni, utána pedig megnézzük majd ezt a rózsaszálat is. Hangpróba. Hanghordozó. Az ember, aki a zene mögött áll. Ősszel jön az album, legalábbis ezt ígértétek egy csomó helyen.
És van ez a bizonyos rózsa metafora. Mi, rögtök? Tehát akkor nem jön? Ez a harmadik hibőpont. Nem lesz album. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. De lesz szabon, lesz 12 dalt terveztek. 12 dalt, igen. Tehát egy szép nagy csomagot. Egyébként még visszatérve ahhoz a telefonálós 10 év múlva énedet fölhívós játékhoz, azt mondtátok, hogy nem akartok egy lemezes zenekar lenni, de legalább az első most már meg lesz, és akkor lehet Én most úgy érzem, hogy jó lenne ezt az egyet megcsinálni, és aztán visszavonulni, mert ez is rohadt. A csúcson. Igen, hogy nem tudom elképzelni, hogy még egy éven belül, vagy két éven belül még egy albumot csináljunk. Rettentő nagy energia kell hozzá. Jó, de ez már tudjuk, hogy mit kell csinálni. Ez olyan, mint a szülés. Mi van? Már vártam a kérdést. Hogy tudod, hogyha valaki... Második már jobb. Igen, a második már könnyebben. Nem, a második általában még sokszor nagyobb is szokott lenni. Na, de hogy nem, mennyi párhuzam van ebben? De nem, én arra gondoltam, hogy amikor az anyukák végig szenvedik a viszontagságos részeit az egész terhesség folyamatnak, és utána megfogják a gyermeküket a kezükben, akkor az úgy mindent felülír. Tehát, hogy ott mindent elfelejtesz, és akkor már akarsz tesót. Az aranylemezt így majd. Úgyhogy legyen ez nálatok is így. No, de először, aztán majd ígérem, megérkezünk ehhez a titokzatos rózsa dologhoz is, de beszéljünk erről a lemezről. Tehát most ezzel mi történik? Itt Szegeden stúdióztok, ha jól tudom, kinél, hogyan intézitek ezt, hol tartotok, befér-e a koncertek mellé még néhány felvétel? Már amúgy nagyjából kész vagyunk. Szóval még keverés kell. Hát most három-négy számhoz kell keverés, de amúgy ez itt hangzik el először, de az album már készen van. Wow! Stop! A címét is tudjuk már? Nem. Jó, akkor ez még alakul. Mi se tudjuk. Minecraft 2021. És ki keveri, vagy hol készülnek? Szeged. Szeged, Szatmári Keve. Aha, oké. Okay. Shoutout Szatmári Kevinnek. És ez hogy működik, amikor kész egy dal küldi nektek, vagy be kell sétálni, és akkor ott a megfelelő hangfalakon lehet csak meghallgatni? Általában úgy, hogy Keve mindig ír egy dalt, és akkor mi ezt eljátsszuk. Igen. Miért itt mondod el? van egy ilyen tök jó kis bunkere Kevinnek, és akkor oda szoktunk elmenni. Ti szeretitek az ilyen bunkereket. Igen, az amúgy nem földalatt van, szóval ez lehet egy kicsit menőbb. De mondjuk pont most a jövő héten, hogy el kell mennünk a kebéhez, így mondom. Jó, hogy mondod. Köszönöm. Tegnap beszéltem vele csak. Na, és akkor a felvételek megtörténtek, ősszel akkor talán tényleg megfoghatjuk a kezünkben. Azon már gondolkodtatok, hogy akkor CD lesz, pendrive lesz, vagy hát vinyl? Az NK-s támogatásban benne volt az, hogy megvan egy X dolog, hogy mire költetjük azt a támogatást, és akkor abban benne van, hogy CD-t kell csináljunk. Még mindig benne van? Tehát még mindig, nem tudjuk, hogy miért, szerintem sokkal királyabb lenne, mondjuk egy kazetta. Azt is lehet, csak a CD-t kis... lehet példának írtani. Ja, nem tudom, de amúgy, hogyha most valaki vesz egy CD-t, valószínűleg nem tudom. Hát érthető nekem, már azt hiszem csak azért, mert van egy komoly gyűjteményem, így rengeteg zenekartól kaptam CD-ket, van még egy CD lejátszom, meg egy magnóm valahol, de hát én is már Spotify-ról hallgatlak titeket is. Vagy hát egy bakelit meg azért sokkal menni. Meg a pendrive, bár ezt le lehet törölni. Igen, tehát ezzel baj van. De ha már mondtátok ezt az NK hangfoglalót, mert ugye ti is az induló előadói pályázat legjobbjai között vagytok, akkor kaptam egy SMS-t. Ajaj. Várjátok, előveszem. Mert hogy van egy mentorotok, jó barátom, a Platon Karatev zenésze, Balla Gergő. Elég szerencsés az, hogy NK-os mentor is, és így egy tök nagy Tinder meccs volt az egész. És mi az, amiben ő segít nektek? Tehát most így az mindenben. Új anyaggal kapcsolatban tudtok mondani olyat, ami mondjuk így neki köszönhető? Csak egy konkrét példát. Kontaktok például. Tényleg ez a legtöbb, amiben ő szerintem segít, kontakt. Neki köszönjük egyébként a Colorado-t is, igen. Mert ő is pusolja a zenekart így mindenhol, hál' Istennek. Szóval ja, nagyon állások vagyunk, meg tök vele dolgozni egyébként. Ti ott a ritmus szekció egy picit így az új albumhoz szóljatok hozzá, hogy érzitek, mennyire lett olyan, amilyenre szerettétek volna, elégedettek vagytok-e, szívesen meghallgatjátok-e magatokat, vagy ez egy olyan dolog, hogy hát mindig tudok jobbat, inkább nem? Hát amúgy szerintem jobb lett, mint amire én legalábbis számítottam. Uh-huh. Amint így az elején, amikor összültünk zenélni, én azt tudtam, mit kell csinálni kb. Még most se. De ahhoz képest szerintem
teljesen tök. Várjál, itt akkor, akkor hadd hozzam már ezt be. Mert a taps, még az utolsó, utolsó mondat. Az utolsó köszönöm. Mondat a telefonos játékból, aztán ezt elengedem, de hogy neked például az volt a mondatod, hogy 10 év múlva szeretnéd, hogyha több önbizalmad lenne. Igen, és ez nem jött össze. Igen, hadd erősítselek már meg abban, még van időd, van 9. De hadd erősítselek meg abban, hogy egyik felvételeteket hallgatva sem éreztem azt, hogy kiugrana vagy rossz lenne a basszus. Tehát, hogy nagyon alázatosan így hátra sorolod magad, de ez nem érződik a zenéteken. Tehát jó az. A basszus a legjobb benne. Ja. De mi is nyomjuk a basszert. Szóval akkor az önbizalom. Én mindig, én be se dugom amúgy a gitárt. Hádírom, hogy az egész, ki a basszer. Az, az, az önbizalom tréningben akkor most én is részt vettem. Barna, neked a lemez? Hát szerintem azok a számok, amik így, így az elsők között készültek, azok nekem nem a szívem csücskei, de egyébként úgy a, az újabbakat, azokat sokkal szívesebben hallgatom, meg azok közelebb állnak hozzám. És lesz egy koncepció a lemezzel kapcsolatban. Azt elmondtátok egy korábbi interjúban, hogy az egész egy kert allegóriája. Tulajdonképpen ebben a kertben foglal helyet valahol a következő klipben feltűnő rózsa is, hogy a Legyen úgy című új dalotok, amit még nem hallottunk. De hát ott a Petőfi TV-nek nem árultátok el, hogy mi a szösz ez a rózsa. Eprenkeltük őket? Nekem eláruljátok? Tippelj. Jó, de menjünk egyel messzebbről. Tehát akkor, akkor kérdezzek egy felvezető kérdést, és akkor megérkezünk ide. Mert engem egyébként, oké, alap felmerül, hogy mi a rózsa a klipben, rendben, de ami még ennél is jobban érdekelt, az a kötél. Azt mondjátok el, aztán én tippelek a rózsára. Hát, hogy miért van ennek kötél? Nagyon tetszik az a folyamatos húzás, tehát, hogy gyakorlatilag húzott, húzott, kicsit ott elmondtátok azt abban az interjúban, hogy ez a modernkori Let It Be, tehát legyen úgy a dolog, vagy a magyar, magyar Let It Be, szerényen, ugye? De hogy tetszik az, hogy, hogy ez a kötél azt hogy mutatja azt, hogy, és akkor most átmegyek irodalmárba, hogy így nem engedi el az ember, csak húzza, csak húzza, csak húzza, és nekem ez jobban tetszett az egész képi világból, mint a rózsa, csak úgy mondom. Ja. Ez jó, jó, de András fog kérdezni, mert ő, ő volt a húzógép. Hát... Húzógép. Amúgy nem tudom, hogy honnan jött ez a köteles dolog. De ezt te találtad ki. Igen. Igen. Csak így hát nem tudom. Ez az ilyen teherhúzás. Igen. Meg nekem az jött le, hogy tényleg kapaszkodunk mindenbe, aztán közben meg dolgok csak úgy lesznek, meg történnek. Igen, igen, meg hogy, hogy a végén pont az volt, hogy rá volt kötve egy ilyen csokor, és hogy az volt benne az eszencia, hogy, hogy igazából egy tök könnyű dolog, csak egy nagyon nehéz és hosszú folyamat, még azt az ember így felméri, hogy az egy tök könnyű dolog, és hogy át lehet rajta lépni könnyen. Igen, és az is benne van, nekem, hogy tényleg amikor húzod, nem tudod, hogy mi van ott a végén. Igen, tehát ez igen. A vonal is nagyon tetszik, hogy vársz valamit, és aztán kapsz valamit. Én egyébként hívőként én így látom az életemet is, hogy Isten így mindig a legjobbat akarja, csak sokszor én nem tudom, hogy mi a legjobb, amit akar nekem, és húzom a kötelet, és aztán egyszer csak valami van a végén, és valahogy kiderül, hogy ez mégis jó, hogy az van ott. De akkor nézzük ezt a rózsa dolgot. Én azt tippelném, így az eddigi beszélgetések alapján, illetve... Pontozzuk majd. Igen. Négy igen. A művirágokkal szembeállítva, meg a maszkokkal szembeállítva, hogy ez a klipben a fény. Tehát akkor mondjuk azt, hogy ez az öröm, vagy ez a felszabadulás, a boldogság. Mert készülök a gombra, van én ilyenem. Van ilyenem, hogyha hát rosszat mondtok. Én igennel szavazok. Igennel? Igennel. Egész jó. Tapsot érdemlek. Egész jó. És tényleg ez a kertmotívum végigvonul majd a lemezen? Bele. Igen, de hogy nem minden számba jelenik meg azért. Igen, hogy a például az újabb számoknál már egészen kevésbé van ez benne, de mondjuk az épp úgy a lemeznek a végén van, és annak is van egy tök jó íve, hogy abból valahogy kikerülni. És most a lemezig lesznek még megjelenések? Kijön bármi szingleként, vagy akár videóban? Készíts a tapsot. Oké, várjál, keresem. Itt, oké? Igen, lesz. Figyelj, innentől így nyomjuk a beszélgetést. egyet fixen, és azt Visualizerrel tervezzük. Szóval
az fix, de hogyha nagyon jól állunk időbe, majd így idővel, akkor kiadunk még egyet. Vagy klip is jó lenne. Igen, csak most... Sok a dolog. Hál' Istennek, igen. Mondjuk ez érthető. Hallgassuk meg akkor a Legyen úgy című dalt. Jó. Ez egyik legújabb, és észrevettem még valamit, ami egy kis titok ezzel a dallal kapcsolatban, úgyhogy ezt is megbeszéljük nem sokára. Hó, szerintem is érdekel. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Legyen úgy, ez a dal, ami hát gyakorlatilag a legújabb, frissen a fiókból tőletek, és ezzel kapcsolatban észrevettem valami érdekeset, mert nézegettem a dalszerzőket, és hát ugye többnyire mind a négyen szerepeltek, ennél sincsen ez másképpen, de feltűnt egy név. Ez jó sztori. Ez jó sztori. Hát András is ugye dalszerzőként van benne, csak nincs benne az Artisiusba. Igen. Azért, ja, hogy a jogdíjakat akkor, probléma volt az Artisiusszával, és nem tudtuk megoldani, mikor a számot be kellett jelenteni. Szóval én nem csináltam semmit abban a számban. És akkor ő nincs benne az Artisiusnál, mint író vagy szerző. De várjál, és akkor leosztjátok a részét egymás között? Nem kapunk pénzt, csak kapunk, haló. Jó, akkor ezt el kéne intézni, nem? Ebbe van pénz. Majd intézkedek. És mi a gond? Volt valaki hasonló névvel? Vagy? Nem. A telefonszámommal volt probléma, mert telefont cseréltem, de az nagyon hosszú sztori. Na, akkor tulajdonképpen hát itt van egy megoldandó ügy, kedves Artisiusz, ezen dolgozzatok, légy szíves, mire a hűvös hát a Budapest Parkban lép fel, meg ilyen helyeken a Platonnal. Meg egy lemez 12 számmal azért elég sok probléma tudott lenni. Abszolút, 12-szer. Abszolút. No, de én itt felfedeztem még valamit. Ott van a Damarából ismert Agata Angelella, ennél a dalnál a dalszerzők között. Nála is voltam, ő is az induló előadók között szerepel. Hogy kevert össze vele az élet, és miért éreztétek úgy, hogy bevonjátok ebbe a dalba, vagy ez másképp történt, és ő úgy volt, hogy jött, kopogott, és akkor közösen ültetek neki? Hát ez úgy történt, hogy őt is, mint nagyon sok embert a Karzonkomán keresztül ismertünk meg, és valamikor utána így beszélgettünk, vagy valami, kitettem egy zenés Instagram sztorit, és akkor arra reagált, és aztán dumáltunk, és akkor már tudtam, hogy van zenekarra, és hogy tudtam, hogy nagyon király dalszövegeket ír, és a Lejen úgynak nem volt harmadik verzie, és elküldtem neki egy ilyen egyszergitáros verziót, és arra kitalált egy nagyon-nagyon fasz a harmadik verziót, és úgy voltunk. Hát amúgy kettőt is írt rá, vagy hármat, de kiválasztottuk, hogy melyik ami nekünk legjobban tetszik, és végül az lett. Szóval ilyen táv munka volt az egész. És ez egy győztes. És az lett a győztes, igen. Lesz más közreműködés is a lemezen? Sajnos most nem. Mert nem biztos, hogy sajnos. Attól különlegesebb az az egy. Még. Vagy úgy érzitek, hogy sajnos? Hát kicsoda. Hát a Kozma Miklós. Ja, tényleg. Az már az régi. Az fú, de régen volt. Na mondjátok. Hát van egy számunk, a Vedd le a hangerőt. Babám. Vedd le a hangerőt, babám. És az a szám egy házi buliba íródott, ami nálunk volt. Az volt a lényeg, hogy folyamatosan fölcsavarták a hangerőt a teraszon, már így hajnal egy volt azt hiszem körülbelül. És mindig az volt, hogy kimentem, mondtam, hogy most már hagyjátok abba, mert a szomszédok, meg minden. És szerintem háromszor ki kellett mennem és lecsavarni a hangerőt. És bementem, és panaszkodtam Zsomboréknak, akik meg dzsemeltek Zsombor és Miklós a nappaliba, és mondtam, hogy hát nem igaz, hogy így meg úgy. Nagyon ideges voltam, és ők meg rázendítettek, és írtak egy számot. Igen. No, hát akkor várjuk sok szeretettel a lemezt, és most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami hát sokszor mondjuk azt, hogy a vízválasztó, mert hogy élőben fogtok nekünk zenélni. Ez az Activity rovat, mit adtok elő? A Tudod milyen vagy című számot a Hűvös zenekartól. Ez ugye koncerteken már hallható. Már hallható. Viszont tulajdonképpen így megelőzzük a lemez megjelenést, tehát ilyen értelemben a hangpróbában először. Igen, hallható ez élőben. Remélem pénzt is kapunk. Hát kivéve az Andris, ugye? Ezt megbeszéltem. Jó, akkor átszerelünk és meghallgatjuk ezt a dalt. Talán még egy mondatot csatoljatok hozzá. Mit kell róla tudni? Egy kis kulisszatitkot? Kötődési problémák. Vastagláncok. Mosmacskák. Oké. Okay. Ezt akartad is. Hangpróba. Activity. Akcióban a csapat.
Nekem beszakadt a dobhártyám, teljes rokkantsági státusz, de jól van ez így. Ez volt a Hűvös, köszönjük szépen! Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Ez a Hangpróba. Hangpróba. Van egy másik rovatunk, ez pedig a Villámkérdések nevű, a Random Kérdés blogban. Itt minden zenekar kap egy percen keresztül rengeteg kérdést tőlem, és amilyen gyorsan lehet, válaszolnotok kell rá. Csak hogy legyen benne valami rendszer, ezért sorban haladunk, tehát Dénes, veled kezdünk, aztán megyünk tovább, lök tovább a mikrofont. Mindenki egyszer passzolhat, hogyha valaki passzol, akkor a következő megkapja ugyanazt a kérdést, és a bandák csatájában az évadnak lesz majd egy bajnoka, aki a legtöbbet megválaszolja. Milyen típusú zenével kapcsolatos, vagy hogy ilyen Ne aggódjatok. Pont jó, azt tudom. Ne aggódjatok, egyszerű kérdések. Annyit csak, hogy itt Barna mondtad, hogy jaj, ne. Tehát akkor neked ez is olyan, mint a telefonos játék, ugye? Hát azért ez izgulós, ez egy verseny. Mindenre azt mondja, hogy jaj, ne. Sok mindenre mondom, hogy jaj, ne. Oké, akkor jöhetnek a kérdések? De hogyha villámkérdések, akkor nem az, hogy csak neked kéne gyorsan kérdezned, mi meg válaszolhatunk lassan? Hát válaszolhatok lassan, de hogy egy perc alatt hányat válaszoltok meg, az döntő lesz, az tuti. Ja, és zenekar, szóval hogy nem magán, mármint nem személyenként ki mennyit tud. Nem, egyben a csapat, egyben nézzük. Mi a rekord? Nem egymást kell megvernetek. Hát figyelj, az idei évadról még nem nyilatkozom, a tavalyi 17-tel nyerték meg. Az simán le. Oké, mehet? Nem. Minden jól. Figyelj, indítom az órát. Hangpróba. Random kérdés. Sorsolásra felkészülni. Forog a kerék. Villámkérdések. Mennyire vagy izgulós típus? Semennyire. Hány legjobb barátod van? Nagyon sok. Inkább segítesz másoknak, vagy inkább neked segítsenek? Segítek másoknak. Milyen ízesítésű a számodra ideális fogkrém? Epres. Ki az általad ismert legokosabb ember? Vidicki Zsombor. Mi az, amiben egy gép sohasem helyettesíthet egy embert? Sejt biológia. Mi az a literenkénti benzinár, ami felett biztosan nem vásárolsz többé? 900. Mire fordítanál most 100 000 forintot? Magamra. Ha bárkivel felvehetnél egy közös dalt, kit választanál? Soblóher Barbie, szia. Mit vacsorázol a legszívesebben? Olyan, majdnem mondtam, hogy problémát. Kitől kérnél kölcsön, ha megszorulnál? Andrástól. Mit szeretsz leginkább az erdőkben? A fákat. Miért érezted magadat utoljára ügyetlennek, bénának? Amikor be voltam. Gyorsan! Amikor gyorsan. Kiesett a gitár kezemből. Mikor jártál legutóbb valamelyik szülődnél? Tegnap. És itt a vége. Lejárt az idő. Nem. Jók voltatok nagyon. 18. De ez 14. Helyes válasz. Vagy nem, hát remélem helyes válasz. Nem, ez jó. Kivel... Nagyon benne voltatok. Vidd a mikrofont és mondd. Kivel csinálod, vagy ezért számolt, és akkor mondta Soblárban, és mit tettél volna vacsorára? És már majdnem itt viccből rávágtam, most ott az egyik, ne. De majdnem itt viccből rávágtam. Igen, de olyan benne volt már a kezem. De ezt úgy le kell. Tudod, hogy ez most megy. Figyelj, de mit mondtál ott, mert ott annyira fogkrém. Gyorsan mondtad a fogkrémet? Igen, igen. Miért az epres? De amúgy... Mert arról beszéltünk Zsomborra. Igen, pont próba előtt beszéltünk. Igen. Milyen jó szájíze van, és akkor megkérdeztem. Igen, igen. És azzal próba előtt is. Ja. Micsoda, milyen jó szájíze van, erről igen. Beszélgettek próba előtt? Igen, hát... hát nem az, hogy így... Hogy van az az érzés, amikor így reggel fogat most az ember, és utána nem akarja elrontani. És az a legjobb része a napnak. Amúgy. Nekem az volt a bajom ezekkel a medgyes, epres, stb. Ízekkel, hogy nekem... mindig megettem. Tehát, hogy ezzel így nem lehet leállni. Hacsora is az lesz. Jó, és akkor Barbie-val lenne közös? Csak gyorsan kellett válaszolni is. De amúgy igen. Amúgy adnám. Mm-hmm. Srácok? Igen. Jó lenne, nem? Közös szám. Ja. Aha. Én adnám. Barna, téged melyik kérdés zaklatott fel a leginkább? Már nem is emlékszek rájuk, szerintem. Nagyon gyors volt. Csak gyorsan hirtelen visszanézed majd, és meglepődsz? Hát majd valószínűleg. Egyre emlékszek, hogy kitérnék kölcsön, de többire nem is nagyon emlékszek. Majdnem Zsombort mondtad mi. Mire ment el a 100 000 forint? Magamra. Andrásra, magára. Ennyi? Magamra. Kész. De ez mekkora válasz volt már? Abszolút, most magamra. Itt nézem a kérdéseket. Jövőm, hallottam. Sok de olyan volt, amin így elgondolkoznék. Hárommal maradtunk le a rekordtól. Hát igen, úgy. 900 forintos benzinár? Ja, az tényleg durva. Azt mondtam.
Az durva. Mondjuk igen. Nekem először volt most 30 ezer fölött a 40 literes tankba, amit fizetni kellett volna, csak hát meg lehetett mutatni a forgalmit. Szóval, ja, igen, igen. Hát ezért az elektromos roller, de ebben majd még egyszer belehalok. Ja. Belehalok, mint a Majka. Hashtag. Abszolút. A többi kérdést felolvastad? Vagy így mennyit írtál? Én rengeteget. Itt van egy teljes blokk, hogyha akarod, akkor műsor után majd végignézheted. Ja, ja, ja. Én most viszont nagyon-nagyon hálásan köszönöm nektek ezt a beszélgetést, meg hogy befogadtatok. A hűvös Zsombor, Dénes, Barna és Andris. Köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Köszönjük. Mi is köszönjük. Ez volt a Hangpróba legfrissebb epizódja, és hát az epres fogkrém után még hál' Isten teljes ruházatban itt ülünk, és csak annyit szeretnénk neked mondani, illetve nektek mondani, hogy kövessétek be a Hangpróbát a podcast csatornáján, illetve hallgassátok a premiért ott, valamint a Beat az ütős alternatíva műsorán minden csütörtökön este 6-tól. És még fontos, hogy a Beat az ütős alternatíva YouTube csatornáján később videóformában is lehet ezeket a beszélgetéseket nézni. Én hétről hétre robogok tovább, és újabbnál újabb próbatermekbe látogatok, remélem, hogy akkor is velem tartotok, velünk tartotok majd. Réd Ládán vagyok, most elbúcsúzom. Sziasztok! Ez volt a Hangpróba, a Hangfoglaló belső hangja. Hamarosan újabb bandát látogatunk meg. Addig is iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozunk legközelebb is. Hangpróba, a Hangfoglaló belső hangja. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A műsor Rédl Ádám, a Beat az ütős alternatíva és a Petőfi Media Group közös produkciója.